Havi találkozóját tartotta meg a köztisztviselők és közalkalmazottak nyugdíjas klubja a Városi Könyvtárban. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Munkájával, szervezeti felépítésével ismerkedtek meg a tagok a március 6-ai klub délutánon. A civil szervezet vezetője, Kasza Lajosné köszöntő beszéde után Aranyosi Ervin Tavaszodik című versét hallgathatták meg az egybegyűltek. A találkozó meghívott vendége a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója Szabó Bodnár Ágota volt, aki bemutatta a társaság működését és tevékenységi köreit. Elmondta, hogy a társaság jogelődje a Mezőkövesdi Média Kft. 2006. február 1-én alakult, majd 2009. április 29-én alakult át nonprofit korlátolt felelősségű társasággá közhasznossági fokozatának megtartásával. A 100%-os önkormányzati tulajdonú cég létrehozásának célja az volt, hogy a helyi média egy központba helyezésével a lakosság teljes körű tájékoztatása a rendelkezésre álló felületek maximális kihasználásával valósuljon meg. A Mezőkövesdi újság és televízió mellett szó esett a városi honlap üzemeltetéséről, valamint egyéb kommunikációs feladataikról. A klubtagok megtudhatták, hogy az önkormányzat sajtóreferensi munkája mellett a Kft. Munkatársai, városi kiadványok, plakátok és szórólapok tervezésével, kivitelezésével is foglalkoznak, emellett Európai Uniós pályázatok kommunikációs és marketing feladatait is ellátják. Az összejövetel végén a szervezet tagjai feltehették kérdéseiket a Kft. Ügyvezető igazgatójának, aki készséggel válaszolta meg azokat.